Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, megint az erdő mélyéről jelentkezem, és mai nap egy erdőszéli bableves szeretnék megmutatni nektek. A levesnek az lesz a különlegessége, hogy ugye szabad tűz felett készül, és a hátam mögött csörgedező patakvizét fogom felhasználni elkészítéséhez. Viszont ezzel kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy mindenki természetesen, ha ezt követni szeretné, akkor tájékozódjon arról a patakról, amivel főzni szeretne, vagy aminek a vizét használja, hiszen nem minden patak vize. Ilyattól nagyon kevés ilyen patak van ma már Magyarországon, de még található. Úgyhogy ezt tudom tanácsolni, de én most ezzel fogom elkészíteni. Először egy jó parazsat csinálok az edény köré, mert folyamatosan bele fogom pakolni majd a hozzávalókat. Azért mondok előre mindent, hogy a készítése közben, tehát a leves készítése közben nem fogok sokat beszélni, hogy mindenki érezze, hallja ezt a nyugtató hangot, vagy hangokat, ami a patak csopogása, illetve az erdő hangjai okoznak. Ezt a lüktető, ám bár nagyon nyugtató érzést árasztja magából az erdő, ezért hangulatos többek között ugye ilyen környezetben ételt készíteni, és mivel a fának is van szerepe az ízesítésben, így ez adja hozzá azt a plusz ízt, amitől finomabb lesz, például mondjuk egy erdei bableves, ami most készül. Először is az edény aljába a kolbászt teszem, amely jó kis zsíros kolbász, és felkarikázva először ki fogom pirítani, azért vágom ilyen nagyobb karikára, ne égjen el.
A tűz ismét újraélet. Így most már félrehúzva van a kis bableves, ami még bab nélküli, és szépen rotyog. Na nézzük, milyenek a gombák, a burunyák és a zöldségek. Most fogom, kiveszem a kapufüvet, a babérlevelet, és a csillit. Jöhet a pap. Pici sok. Egyet rottyan, és kész. Addig egy kicsit kikeverem a tejfel. Jó zsíros házi tejfel.